Itt vagyunk Óbudán, úgy szólt a régi nóta, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Azt a klipet egyébként itt forgatták, ez volt a gombapresszó, ami szerepelt a Beatrice klipjében. Most már egy kiváló hely, ahol egy jeges kávét ittam meg, mert azért egy pici pihenés nem árt, de nekünk nem jut 8 óra pihenés, és végképp nem jut 8 óra szórakozás a mai napon, hiszen 24 óra alatt 23 kerületet járok be. Most tartunk nagyjából a felénél, 11 és fél órája vagyok úton, Óbudán vagyunk a harmadik kerületben, nem messze attól a gázgyári területtől, ami az egyik legnagyobb adóssága a kormánynak Budapest felé, hiszen amikor a gázműveket, a főgázt államosították, az a felelősség is átszállt a kormányzatra, hogy kármentesítse a gázgyárnak a régi területét, ami egyrésztről egy gyönyörű műemlékegyüttes, ipari műemlékegyüttes, amit meg kéne menteni, másrésztről az a szennyezés az a Dunába szivárog, és ezáltal szennyezi a Dunát. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit én nem hallok elégszer a budapesti politikában, hogy itt van egy adósság a budapestiek felé, amit rendezni kellene. Egyébként az egy érdekes kérdés, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a régi gázgyári épületekkel. Én azt gondolom, a programomban az szerepel, hogy érdemes lenne elgondolkodnunk egy olyan Budapest Múzeum létrehozásán, ami Budapestnek a közeli múltjáról is szól, Budapest urbanisztikájáról, városfejlődéséről és a jövőképünkről is szól. Európa nagyvárosai tele vannak kiváló olyan múzeumokkal, egyébként turisztikai szempontból is ezek elég jól működnek, amik a város jövőjét, a város struktúráját mutatják be, nem a nagyon régi időkből, hanem 19-20. Századból és persze a 21. századból. Budapesten ma nincs ilyen, kiváló munkát végez a Budapesti Történeti Múzeum, de sem a Kisszeli, sem az Aquincumi Múzeum, sem a Vári BTM Múzeum nem tölti be igazán ezt a szerepet. Szerintem lenne helye egy ilyennek, de nyilván először az a fő kérdés, hogy mikor kármentesíti ezt a területet a magyar állam, és utána lehet elkezdeni ezt előkészíteni. Én nagyon hiszek abba, hogy a magas hozzáadott értékű kultúrának, múzeumoknak van szerepe abban, hogy Budapest turisztikai vonzerejét javítsuk és a kulturális szolgáltatásait javítsuk. Ezért is vagyok nagyon dühös amiatt, hogy Lázár János vidékre akarja vinni a közlekedési múzeumot. Ez egy végtelenül káros és rossz döntés lenne, amivel kárba veszne Kőbányán egy ipari műemlék, és kárba veszne az a rengeteg munka, amit annak a területnek az előkészítésébe belefektettünk. Óbudáról most vonattal átmegyünk a túloldalra, és Újpesten folytatjuk. Tartsatok velem, 22-én 23 kerület 24 óra alatt folytatjuk. És volt az élővel egy pici problémánk, de a második kerületben Őrsi Gergely polgármesterrel találkoztam a Szénatéren, az első kerületben a Kutyapárt helyi polgármester jelöltjével. Erről is kint lesznek a videók mindjárt.